Kicsi Gesztenye Klub. Gyerünk tehát, ezer csodát megismerhet az ember. Sirály, vigyázz, landolunk! Hoppá, ez a tenger! Tudtok úszni? Itt van Olli. Mindent tud a vízről. Számíthatsz rá pancsoláskor, tíz esetben, tízből. Készül Liza tábortüze, leszel szíves napsugár. Felhevülni, melegedni, megszáradni kéne már. Megérkezett Luffy Pofi. Felhők hátán ott suhan. Mindent tud a levegőről, de még így is lepottyan. Itt az idő, ébresszük fel barátunkat, Gesztenyét. Földgyermeke, mutass utat. Kérdésünk az lesz elég. Riska nyomában. Hol van Riska? Ő lenne a fotomodellünk. Már órák óta keressük. Talán kérdezzük meg a többi tehenet. Tud valaki tehénül? Pont itt van a tehén szótárom. Hol van? Riska nevét nem találom a szótárban. Riska! Úgy tűnik, más nyelvjárást beszélnek. Nem jól csinálod. Így kell. Az a farkas. A tehén azt mondja, hogy mú. De jó nektek. Én nem tudok tehénül. Úgy tűnik, ők sem. Kezdek aggódni Riskáért. Hova tűnt? Hívjuk Misztériót. Misztéri. Ó. Misztéri. Ó. Szervusztok. Misztérió, segítened kell. Általában ilyen esetekben szoktatok hívni. Mi a baj? Az, hogy nem tudok tehénül. Aj, Luffy Pofi. Az a gond, hogy Riska eltűnt, és nem tudjuk hova. Nem tűnt el. Csak világot akart látni. Tényleg? De miért? Mert elkeseredett, amikor rájött, hogy különbözik a többi tehéntől a zöld foltjai miatt. Más, mint ők. De hát mindenki más. Én például piros vagyok. Én pedig sárga. Aha. Én pedig barna. Aha. Én is. Nem, Luffy Pofi, te kék vagy. Ja, kék. És ez így van rendjén. Mindannyian különbözünk egymástól. Riska most nagyon szomorú. De a saját szemével akarta látni, hogy valóban sokszínű a világ, vagy csak ő ilyen sokszínű benne. Utána kell mennünk, és meg kell vigasztalnunk. Igazad van, napsugár. Utána mehetnénk, és... De jó lenne világot látni. De hogy menjünk utána? Azt hiszem, van erre egy megoldás. Adok nektek egy varázsföldgömböt. Ha felfénylik, és rábögtök egy pontra, a segítségével akárhova eljuthattok. Akárhová? Igen, de jól jegyezzétek meg, mindegyik őtök csak egyszer választhat úticélt. Én
ide szeretnék eljutni. Talán először el kellene döntenünk, ki legyen az első. Gesztenye, pont ez történt. Eldöntöttem. Hol vagyunk? Akárhol. Luffy, Kínában vagyunk. Végre, végre, végre itt vagyunk. Gyertek! A kínai nagyfal a világ leghosszabb építménye, és már 2000 éves. Tudjátok, mit használtak arra, hogy összetapasszák a falat? Rist! Olyat! De fura! Botocskákkal esznek. Azok nem botocskák, hanem evőpelcikák. Itt ez a szokás. Sikes! Megkérdezhetnénk, hogy látták-e Riskát? Csak mondom, kínaiul sem tudok. Luffy Puffy, egyikünk sem. Az a legegyértelműbb, ha lerajzolom. Láttátok a barátunkat? De megváltozott ez a Riska, mióta nem láttuk. Luffy, ez egy panda. Nagyon cuki. Vigyük magunkkal. Dehogy visszük. A pandák Kínában őshonosak. El se vihetnénk. Nocsak, szerintem indulnunk kell. Bizony. Lássuk csak. Olli, tudod, Misztérió azt mondta, hogy mindenki csak egyszer választ. Jó, jó. Most én választok helyet. Szerintem ő is ide vágyott. Szerintem az óceánra bögtél, Luffy. Jó! Köszönöm, elintézted, Luffy Puffy. Én csak látni akartam Ausztráliát. Nem arog, napsugár. Legalább nem lettél vizes. Nézd a dolgok jó oldalát. Nem mászhatok ki ebből a buborékból. És még én nem orogjak. Napsi. Jó, jó. Jobb lett volna megnézni a kengurukat a szárazföldön, de azért itt a víz alatt is nagyon szép. Kérdezzük meg őket, nem látták-e Riskát? Már le is rajzoltam. Kész! De cuki! Láttam egy természetfilmben, és ez a kék gyűrűs poli. De szép! Kék foltos rája. Nem lehetne, hogy... Ennek még lába sincs, napsugár. Hogy visszük haza? Aj, nem visszük. Én csak azt akartam mondani, hogy Liza lefotózhatná. Nyugi, most jó helyre nyomok. Bocsi, Luffy, de egyszer már voltál. Ezt látnotok kell. Hol vagyunk? Ez a torony olyan ismerős, mintha láttam volna már valahol. Csak sajnos rossz. Nem rossz, csak ferde. Olaszországban vagyunk. Ez a pizzai ferdetorony. Nézzétek! Egy cuki kutya pizzával a szájában. Ez az olaszok kedvence. Így sütötték először a világon. A kutya? Aj, Luffy! Aj, Luffy! Nem a kutyát, a pizzát. Na, majd én megkérdezem tőle, látta-e Riskát. Na, Olli, te is jól tudsz rajzolni. Vigyünk haza egy cicát. Mert végül is tarkák, szeretik a tejet, és azt mondják, hogy miáú. Ami már majdnem az, hogy mú. Ugyan, Luffy Puffy, otthon is van belőlük bőven. Nézzétek, utazunk! Most menjünk igazán forró helyre. Riska helyében én pont ide vágynék. Mi? Ugye nem hagyjátok, hogy a sivatagba vigyen minket? Ezek a legszebb fák, amiket valaha láttam. Ezek a majom kenyérfák, vagyis afrikai baobabfák. Akkor Afrikában vagyunk. Kitaláltam. Teljesen egyedül kitaláltam. Luffy,
Te zseni vagy. Ezek szurikáták. De aranyosak. És szúrnak, Liza? Dehogy. Csak ez a nevük. Sziasztok! Kedves nem szúrós szurikáta barátaim! Riska barátunkat keressük. Nézzétek, lerajzolom. Tudják! De jó! Pontosan ezt rajzoltam! Csak egy kicsit sem hasonlít Riskára. Ez egy zsiráf, és azért ilyen hosszú a nyaka, hogy elérje a fák lombját. Őt már hazavihetjük. Luffy, te állatkertet akarsz nyitni a klubházunkban? A szurikátáink nagyon idegesnek tűnnek. Jó. Ők nem túl bizalomgerjesztőek. Még ha olyan csinos kis foltjaik is vannak. Futás! Ezek hiénák! Hiénául nem tud valaki? Jaj, Luffy! Fussunk! Fénylik a gömb, gesztenye! Már csak te nem kivágtál! Nyomó! De gesztenye, te hazahoztál minket. Pedig még választhattál volna egy helyet a világban. Na. Sajnálom, nagyon megijedtem. Azt gondoltam, itthon leszünk a legnagyobb biztonságban. Akkor most mi lesz Riskával? Mintha most is hallanám a hangját. Én is hallom a hangját. De hát itt van Riska! Ó, Riska! De jó, hogy meg vagy, Riska! Sziasztok! Látom, erre a földgömbre már nincs is szükség, hiszen mind együtt vagytok, és megtaláltátok egymást. Láthattátok, hogy milyen sokszínű a világ, és úgy látom, már Riska is nagyon boldog. Ennek örömére mindenkinek hozok egy kis tejet. Jól fog esni a nagy ijegységre. Jó! Kitettem a falra a világ körüli kalandunkból. Igen, így aztán végül is. Minden állatot hazahoztunk a klubba. Na, Luffy, ünnepélyesen megnyithatod az állatkertedet.